veszi. Nyílvesszők suhanásától volt hangos a Csónakház szabadidőpark környezete bölcskén, a Dunaholtágnál várt a családi nap az érdeklődőket. A Dunaújvárosi Kulturális és Hagyományőrző Íjász Sportegyesület állomásánál a hagyományőrző íjászat alapjait ismerhették meg a gyerekek. Tudunk vele harcolni, lőni, különböző attrakciókat véghez vinni, és ez gyakorlatilag a hagyományőrző íjászatnak az alapja. Honfoglaló elődeink is hasonló összeállítású íjakat készítettek és használtak. Mennyire nehéz megtanulni célba lőni vele? Igazából szerintem, mint bármi más sportnál, a gyakorlás, az odafigyelés, a koncentrálás az alapja mindennek. Pillanatokon belül el lehet sajátítani a technikának az alapjait. Van közöttünk olyan, aki egy-két éve kezdte, és nagyon jó eredményekkel van. Van olyan, aki régebb óta lő, és szintén elég jól szerepel különböző rendezvényeken, versenyeken. A családi napot most először rendezték meg, a hangulatos környezetben számos állomás garantálta a kikapcsolódást. Ennek a napnak a célja igazából a hagyományteremtés lenne. Ez az első ilyen nyílt napunk, amikor is szeretnénk megszólítani a falut, illetve a környező településeknek a lakosait, hogy egy hagyományt teremtsünk. Ezért szerveztük ezt a... Igazából a célja az lenne a napnak, hogy egy élményteli napot töltsünk el a Dunaparton, és ezért szerveztük ugye az íjászatot, illetve van a gyerekeknek ugrálóvár, sárkányelegetés, továbbá szeretnénk kenúzni. Sajnos a vízállás most nem olyan kegyes hozzánk, de mindenképpen szeretnénk egy pár kört menni a kenukkal is. Délelőtt az első csapat alapos felkészülés után mentőmellényben ült a kenuba, majd erőteljes evező mozdulatokkal indult el a Holtágon. A családi napnak otthont adó Dunaparti Csónakház Egyesület központjánál számos fejlesztés már megvalósult, az Egyesület azonban folytatná a munkát. Fő terveinket már megvalósítottuk, most már ugye elkészült parkunkat gondozni, karbantartani, fő célként ezt elvégezni. És hát maga épített részt már nem akarunk, hisz a csónakházunk már elkészült. Fő energiánkat itt a bölcskei holtágrendszernek a rehabilitációja, a kotrásának a szervezését elkezdeni, hogy ez a 6,5 km hosszú holtágrendszer ismét jó horgászható és vízisportozható legyen. A családi napon a látogatókat finom pörkölt is várta, a szervezők jövőre várhatóan főzőversenyt is hirdetnek majd.